Sziasztok gyerekek, ez itt megint az anime kommentár. Tudom, sötét van, szarok a fényviszonyok, de most jött ki az Attack on Titan 3-nak az első része. Végre valahára kijött, és rohadtul izgulok, hogy mi lesz már. De mielőtt megcsinálom a reakció videót, először is. Az első évad az arról szólt, hogy lószart sem tudtunk a történetről, és háztetőkön ugráltak. A második rész, vagy évad, az arról szólt, hogy végre tudtuk, hogy ki, megtudtuk, hogy kik az új gonoszok, viszont nem tudjuk, hogy ki a fő gonosz, aki megjelent, és egyáltalán többet a titánokról nem nagyon tudtunk meg, úgyhogy kaptunk egy kis 12 részes felvezetőt. Sok választ a harmadik évadban fogunk megkapni, illetve fogtok megkapni, mert ugye az animének a nézői jelentős számban nem olvassák a mangát velem ellentétben. Korábban is beszéltem arról, hogy szerintem a második évad, az a kis 12 részes összetel a harmadik évadnak a felvezetője volt. A harmadik évadnak az előzetesében is észrevehettétek, hogy hisztóriáról volt szó legfőképpen, ez főleg a következő történetszál róla fog szólni, és ugye hát ez nyilván ugye a második évadba kezdődött ez a felvezetés. Számomra az első évad az nagyon szerethető volt, a második is jó volt, azt annyi, hogy kevés volt, Isten igazából. Rengeteg politika fog bejönni, ami miatt megmutatja az anime, hogy tényleg egy komoly seinen, és eléggé durva dolgok leszek, kíváncsi leszek, mennyire fogják agyon cenzúrázni a harmadik évadot, mert elég jó kis kínzások, emberevések, meg durva háborús dolgok be fognak jönni, belpolitikai harcok. Lássuk, hogy mennyire fog elnyerni a tetszésünket az Attack on Titan harmadik évadának első része. Illetve a többi későbbi. Hetente fognak jönni a részek, a reakció videók. Rögtön a második rész után harmadiknál lesz egy kis kihagyásom, mert fesztiválozni fogok, de utána majd pótolni fogom a részeket, és valamilyen rendszerességgel jönni fognak a részek. Nem mindig fogok ráérni, de ezt az animét próbálom hétről hétre követni. Kezdjük is el! Ez a fej, ez azért van most így hirtelen, mert már közel egy órája szarakodok az internettel, hogy akadozás nélkül lemenjen az autó. Most végre felkerült a magyar fejlet a videára, úgyhogy remélem most már meg tudom nézni azt a szájba tekert részt úgy, hogy még hiteles reakcióm is legyen. Bocsi, hogyha az első másodperceken nem lepődöm, meg azt láttam belőle, az opening első felét is, köböl. Na, jöjjön már az a rész, nem igaz? Na. Szóval jöjjön most már az opening, és hadd lássam már a végig. Korábbi felvétel próbálkozásoknál említettem, hogy nagyon más, mint a Linked Horizont. Elég békés. Gyerekrivel gondolom most a fangörcsel megvan minden izé rajongó, rivel imádó rajongónak. Hú, de más, basszus, de furcsa. Kíváncsi leszek, hogyha majd a későbbi feliratoknál látni fogok majd izé magyar feliratot, miről énekelnek. Ennyi? Hát ez nagyon izé langyi opening volt, nem azért. Az előbb a korábban ez az, küzdj, harcolj meg minden, épp meg ilyen, semmilyen. Amúgy remélem, hogy ennek az első részek is lesz olyan baszós csattanója, mint a mint az első két évadnak. Hehehehe.
Hát ellen nem vagy önmagad. Most örülhetnek majd a rivál rajogók, mert az előző évben ugye lesérült és nem sokat tudott szerepelni. Sőt, talán az még az első évadban volt, hogy lesérült rivál. Most már rendbe jött. Most már örülhettek. Most már többet fog szerepelni. Milyen jó fejek, hogy úgy tűnik, hogy ezekből a képekből, hogy a előzetes jelentős részét azt az első részből vágták össze. Megmondtam, hogy minden ebből az előzetesből van. Az összes duma meg hasonló. Csak azért rögök, hogy én jobban tudom azt, hogy mi folyik itt, mint ti. Csúnyák a rendőrök a Trostman, úgy tűnik. Undi dolog a körömletépés, fúj. Na. Jaj, de már izé CGI-jal kell a statisztákat megrajzolni. Áh! A második évattól kezdve nagyon sok izé CGI titán meg embert raktak bele a sorozatba. Kenny! Őt majd szeretni fogjátok. Az biztos. Nem tudom, olyan hamar értünk ide, mint hogyha azért lett volna a második évad zárás között és e között a jelenet között valami kihagyás, de lehet, hogy csak én emlékszem rosszul. Szegény Armin, ja igen. Jó van, Mikasa. Menő. Menő, jól néz ki. Jó, ebbe az évadba is fognak egy kicsit tetőkön ugrálni, de jó. Csak ideiglenes. Mint amit ugye a videó elején mondtam. Íjj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 
Jaj, nem áll, édes Istenem! Ez az egész... Fú, de haragszom! Az egész... Nem is tudom...
első rész, vagy az egész előzet, és az első részből lett izé kivágva, és az egész csattanóktól kezdve minden az egész benne volt, benne az első rész alapján lett összerakva. Szóval minden poént lelőttek, ami úgy gondoltam volna, hogy izgalmasnak kellett volna lennie számunkra. Akkor lett volna ütős ez a rész, hogyha nem nézem meg az előzetest. Basszák meg, ne! Jaj! Második évadnak a csattanója, amikor megjelenik a Bestia óriás, az ezerszer epikebb volt. És azért is döntöttem el, hogy egy reakció videót akarok készíteni az Attack on Titanra is, mert az annyira epik volt. Ez nagyon nem volt jó. Ah, lehet, hogy aki nem látta az előzetest, annak ez izgi volt. Bennem is felállt a izé, de ezzel a Kenis kiáltással, ami az előzetesek is csattanója volt, ez nagyon-nagyon izé... nem jött be. Fú, kell egyrészt rögtön a második részt, nagyon meg akarom nézni, meg endinget nem is kaptunk. De fú, most nagyon izé gonoszak voltak a japánok. Ráadásul, ami izgalmas cuccok történtek volna, ugye azok vagy az előzetesben voltak, ami meg még a ebbe a részbe beletartozott, az mind pofázás volt, ami lehet nektek érdekes volt, de én úgy, hogy olvastam a mangát, ez a jöjjenek már a pörgősebb részek. Hát, jó, hát én most azt mondom, hogy nekem kicsit csalódás volt ez az első rész, de örülök, hogy ennek ellenére is Attack on Titant tudtam nézni. Mindenesetre én olvastam a mangát, de ti nem feltétlenül, úgyhogy ti mindenképpen írjátok le azt, hogy nektek hogy tetszett az első rész. Én Dicecu voltam, lájkoljátok a videót, ha szeretnétek a folytatást, illetve iratkozzatok fel, ezzel is azzal arra sarkaltok engem, hogy minél több videót készítsek még a továbbiakban, és egy hét múlva jön a folytatás. Ugyanúgy a késői órákban fogom szerintem fölvenni ezt a részt, majd meglátjuk. Kicsit csalódott vagyok. Sziasztok! De ezt szóltam, és már más dolgot nem, szerintem nem tudnék elmondani erről. Fel kell dolgoznom ezt a kis csalódást. Sziasztok! Into